Magyarország északi megyét is súrolta a viharciklon, a legkomolyabb károk Nógrád megyében keletkeztek, Borsodberényben egy családi házra dőlt egy fa, úgy tudjuk, hogy éppen senki sem volt otthon. A villanyvezetékeket is megrongálta a szél több településen, Széchenyben két autóra dőlt fa, Patvarcnál pedig a 22-es úton okozott forgalmi akadályt egy jókora fatörzs.